Másfél hónapja annak, hogy feljelentést tett a KMKS azon magyar ellenes plakátok miatt, melyek október 20-án éjszaka kerültek ki Kárpátalja több településén, illetve a főútvonalak mellett. A plakátokon három fényképp szerepelt, az egyiken Brenzovics László, a KMKS elnöke, a kijevi parlament magyar képviselője, a másik fotón Barta József, a KMKS és egyben a megyei tanács alelnöke, a harmadik fotón pedig Orosz Ildikó, a Pedagógus Szövetség vezetője volt látható. A fényképek alá ukránul azt írták, megállítjuk a szeparatistákat. Itt nem egyszerűen csak provokációs akcióról van szó, mert akkor azt írták volna a plakátra, hogy megállítjuk a szeparatizmust. Itt viszont nem azt írták, hanem azt, hogy megállítjuk a szeparatistákat, és méghozzá három konkrét személy fotójával és nevével. Ami azt jelenti, hogy három konkrét személyt ezzel egyúttal meg is vádoltak egy nagyon komoly váddal, a szeparatizmus vádjával, ezért mi bírósági feljelentést fogunk tenni. A magyar ellenes plakátokat még aznap eltávolítatta az ukrán rendőrség, emellett pedig ismeretlen tettesek ellen nyomozást indítottak az ügyben. Az akciót a kárpátaljai, valamint a kijevi vezetés is orosz provokációnak minősítette. Egy hónap múlva ismét akcióba léptek a plakátfantomok Kárpátalján, akkor már a fasizmus legyőzésére szólító ukrán nyelvű magyar ellenes óriás plakátokat helyeztek el. Az óriás plakátokon Henagyi Moszkály, Kárpátalja megye kormányzója, és Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke volt látható, mögöttük pedig egy turulmadár. A plakátok alján látható felirat arra szólította fel a polgárokat, hogy együtt győzzék le a fasizmust. Amit velünk történik, arra leginkább Kazinczy gondolatai jutnak eszembe a magyar jakobinusokkal kapcsolatban, hogy rettegésben kell tartani az országot, tehát meg kell valakit büntetni azért, hogy a nép rettegjen. És most az a folyamat zajlik, hogy keresik, hogy kit lehetne itt megbüntetni, pellengére állítani, hogy a nép a választások előtt, alatt, közben rettegjen, és tőle elvegyék esetleg a kedvet is ahhoz, hogy az önkormányzatokban vagy bármiben részt vegyen. A magyar ellenes plakátok kihelyezése a felháborodáson túl a napi kárpátaljai humor részévé is vált. Másképpen nem lehetne kibírni a kárpátaljai hétköznapokat. Legutóbb Grezsa István miniszteri biztos és Henagyi Moszkály kárpátaljai kormányzó találkozóján esett szó erről, amikor is közel 40 millió forintos inzulinsegély érkezett Magyarországról Ukrajnába. Legutóbb turulmadárral ábrázolták óriás plakátokon kormányzórat. Gondolom ma este pedig inzulinos fecskendővel hasonló plakátok. Válaszul Moszkály viccesen megjegyezte, hogy levédeti saját magát, mint terméket, és jogdíjat fog szedni minden egyes plakát kihelyezése után. Szombaton jött a hír, hogy az ukrán hatóságok megtalálták és meggyanúsították a magyar ellenes óriás plakátok feltételezett megrendelőjét, egy munkácsi nőt. Az ukrán biztonsági szolgálat erről saját honlapján egy szűkszavú közleményben tájékoztatott. Mint írták, a nyomozás megállapította, hogy a 31 éves munkácsi nő egy reklámügynökségnél rendelte meg és fizette ki az Állítsuk meg a szeparatistákat feliratot, és a Kárpátaljai Magyarság három prominens vezetőjének fényképeit tartalmazott óriás plakátokat. A nőt a hatóságok előre megfontolt szándékból hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett nemzetiségi méltóságot és tisztességet sértő cselekmények elkövetésével gyanúsították meg. Az Ukrajna és Oroszország közötti barátságról, együttműködésről és partnerségről szóló szerződést 1997. május 31-én írták alá Kijevben a két ország akkori államfői, Leonid Kucsma ukrán és Boris Jelcin orosz elnök. Míg az ukrán parlament 98. január 14-én, addig az orosz állami duma majd egy éves késéssel 98. december 25-én ratifikálta azt. 2014-ben azonban Oroszország annektálta a Krím-félszigetet és kitört a kelet-ukrajnai háború is. Ukrajna Moszkva helyett pedig Brüsszelt és az európai integrációt választotta. Mindeközben Donyeck és Lugansk megyékben az ENSZ adatai szerint több mint 10 000 ember vesztette életét. A szakadárok pedig rendszerint a legmodernebb orosz fegyverekkel voltak ellátva. Захід діяв в стилі холодної війни, так як діяв свого часу Рейган, Буш старший, то Росія зупинилась би давно і цього кровопролиття на сході України не було. Можливо, Крим би відбувся, але на кровопролиття на сході України в разі жорсткої позиції Заходу Росія б не пішла.
Már akkor tájt szóba került a barátsági szerződés felbontása Oroszországgal, mégsem került rá sor. Meghozták azonban a dekommunizációs törvényt, melynek értelmében minden szovjet emlékművet, Lenin szobrot lebontottak, az utcákat pedig átnevezték. Kárpátalján így lett Lenin utcából Lenon utca, Lenin térből pedig Andy Warhol tér. A Lenin szobrokat viszont errefelé többnyire éjjel döntötték le. Poroshenko még idén tavasszal úgy nyilatkozott, hogy a barátsági szerződés részbeni felbontását tartja csak elfogadhatónak, mert a dokumentum tartalmaz Ukrajna területi épségének tiszteletben tartására vonatkozó részeket is. Ősszel azonban már a felbontás pártján állt. Ezt gyorsíthatta fel az úgynevezett Kercsi incidens is, amikor is november 25-én a Fekete-tengeren a Kercsi szoros közelében az orosz parti őrség tüzet nyitott három kisebb ukrán hadihajóra, amelyeket elfoglalt, a 24 főnyi legénységük ellen pedig tiltott határátlépés címén eljárást indított. Azóta Ukrajna 10 megyéjében hadiállapot van érvényben, ezután a barátsági szerződés felbontását nagy többséggel az ukrán parlament is megszavazta, Poroshenko pedig a héten alá is írta azt. Остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацією на Європу. Інші складові цієї стратегії – це є безвіз, Угода про асоціацію з Європейським Союзом, Томос про створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення в Конституції курсу на вступ. Mondta Poroshenko, aki azt szeretné, ha Ukrajna gazdaságilag, energetikailag és vallásilag is független lenne Moszkvától. Ennek egyik első lépése az volt, hogy jogszabályi szinten is agresszor államnak minősítették Oroszországot. A héten Kijev azt is bejelentette, hogy Ukrajna kilép a független államok közösségének külső elhárítási együttműködéséből is. Mit tartalmaz pontosan az a beadvány, amelyet elfogadott a megyei tanács a magyarokkal kapcsolatban? Hát mindazokat a problémákat, amelyek most leginkább izgatnak bennünket, és amelyek miatt leginkább hát atrocitások érik a nemzetiségünket, illetve a magyarokat, kisebbségünket itt Kárpátalján, közösségünket. Elsősorban ezek a provokációs akciók, amelyek ellenünk irányultak, a plakátakciók, a KMK székházának felgyújtási kísérlete, majd felrobbantása, a különböző listák, amelyeket a határokra leadtak, a Mirotvosz listák, amelyek alapján az embereinket, képviselőinket, megyei járási képviselőket, de most már a helyi tanácsi képviselőket és polgármestereket is félreállítják, és egy kicsit megmacerálják, tehát vegzálják, ami ugye kellemetlenség. Mindenki tud róla, csak hivatalosan nincs elismerve, vagy ilyen létezik, pedig hát van. Ezek sérelmek, amelyek ugye fájnak, hogy miért negatívan diszkriminálnak bennünket, és milyen okból, és milyen célból. De ez történik, azon kívül a KMKS által létrehozott Egán alapítvány elleni bűnvádi eljárás, amelynek oka nem is az, hogy bármiféle anyagi visszaélést tapasztaltak volna az alapítvány működésében, hanem hogy úgy indult az eljárás, hogy azok a támogatások, amik Magyarországtól ide érkeznek, és az Egánedi alapítványon keresztül eljutnak a célzottakhoz, a pályázókhoz, azok a szeparatizmust úgymond segítik elő és táplálják itt Kárpáton, ami természetesen nem igaz, és teljessége bizonyíthatatlan, viszont az eljárás nem szűnt meg, az embereket ezért egy kicsit megzálják szintén, hazamennek, beszélgetnek, házkutatás is volt már, tehát voltak olyan kellemetlen akciók, amelyek úgymond megfélemlítik a helyi közösséget és a kárpátai magyarság egy jelentős részét. Azon kívül szóvá tesszük a beadványban azt is, hogy az oktatási törvény elfogadás után a Velence Bizottság javaslatokat tett, ezek között szerepel és az oktatási minisztérium, Ukrajna Oktatás Minisztériuma által is benyújtott javaslat, mi általunk is támogatott javaslat, hogy a 7. az oktatás nyelvéről szóló cikkely alapján a törvénynek a változásokat, amelyek az oktatás nyelvére vonatkoznak, már 2020. szeptember 1-től be kell vezetni. A javaslat pedig az, hogy tolják ki ezt a határidőt 2023. szeptemberére, szeptember 1-ére.
Február óta ott van az ezzel kapcsolatos javaslat tervezet a legfelsőbb tanácsban, a mai napig nem tűzték napirendre, tehát nincs elfogadva, azaz nincs interpretálva a Velencei Bizottság egyik javaslata, a másik pedig még be sincs adva, a minisztérium által nincs beadva, mégpedig a magániskolákra vonatkozó, amelyik azt jelenti, hogy a magániskolákat vonják ki a hetedik cikkely követelményei alól, tehát a magániskolákban az oktatás nyelve legyen olyan, mint amilyen a javaslata, akarata a tulajdonosoknak, illetve az alapítóknak. Az elfogadott, első javaslatban elfogadott nyelvtörvény, amit mi így hívunk, de valójában az ukrán nyelv funkcionálásának megerősítéséről szól, ami ellen nekünk nincs kifogásunk, hogy meg kell erősíteni az ukrán nyelv funkcionálását. Nem ezzel van baj, mint államnyelvét. Mi magunk is tudjuk, hogy az ukrán nyelvet tudni kell, és államnyelv, tehát aki itt akar boldogul érvényesülni, annak az államnyelv tudása elengedhetetlenül szükséges. És mi is azért dolgozunk, meg azért vagyunk, hogy javuljon annak az elsajátítása a gyerekek által az iskolákban, és mindazok által, akik akarják tudni, mert szükségük van az államnyelvre. De ugyanakkor megfelelkeznek a kisebbségek nyelvéről és az összes többi nyelvről, mert még az előző nyelvtörvény tartalmazta a kisebbségi nyelvekről szóló jogokat, addig ez a törvény egyáltalán nem tartalmaz semmilyen passzust, semmilyen állítást a kisebbségi nyelvekről, holott az alkotmány 10. cikkelye valójában egyensúlyt próbál teremteni, paritást próbál teremteni a két dolog között, az államnyelv megerősítése és a kisebbségek nyelveinek megerősítése minden téren, tehát az oktatásban épp úgy, mint a közéletben. Az előző törvényt az Alkotmánybíróság döntése alapján megszüntették, tehát már nem érvényes, új törvény nincsen, ami a kisebbségi nyelvekkel foglalkozna. Ebben a törvényben nincs semmi. Tehát mi attól tartunk, hogy akkor, hogyha ezt a törvényt második olvasatban elfogadja a parlament, még ha módosításokkal is, nem lesz olyan törvény, olyan jogszabály, amelyik foglalkozna a kisebbségi nyelvek védelmével, már pedig ez elengedhetetlenül szükséges egy olyan országban, ahol legalább 20% lakosságnak nemzetiségi kisebbséghez tartozik, olyan országban, amelyik demokratikus és Európa Unióba integrálódni próbál, és az Európa Unió felé közeledik, az európai normáknak megfelelően kezelik a kisebbségi kérdést is, amelyekben nagyon fontos szerepet játszik a nyelv kérdés és a kisebbségi nyelveknek a szabályozása. Kihez szól, kiknek címezték ezt a beadványt, illetve hogyan értékelni azt, hogy a megyei tanács elsöprő többséggel szavazta meg ezt a nemzetiségek mellett kiálló beadványt. Ugye jelentős többségben ugye ukrán képviselők szavazatainak köszönhetően lett megszavazva. Hát a beadványt mindenkihez címezzük, akihez csak lehet, aki bele tud szólni, és aki érdeme bele tud szólni, és akitől függ az, hogy ezekben a dolgokban milyen intézkedések történnek, milyen törvénymódosítási javaslatok elfogadás, tehát a legfelsőbb tanácshoz, az elnökhöz, a miniszteri kabinet, az oktatási minisztériumhoz és a rendfenntartó erőkhöz is, akiktől függ az, hogy a változások a mi javunkra megtörténnek-e, az mit éppen szeretnénk. Az, hogy megszavazta a megyei tanács, ezzel nem lepődtem meg, azon, hogy ilyen nagy számban azon igen, ugyanis Kárpátalján a sok nemzetiségi vidékünkön, a nemzetiségek között nem is volt, nincs, és reméljük, hogy nem is lesz soha konfliktus, etnikai konfliktus. Itt szítani próbálkozások, nagyon kemény próbálkozások vannak az utóbbi időben, az elmúlt két évben, de különösen az elmúlt év során, azonban ezek teljesen eredménytelenek. Tehát senkinek nem sikerül felbújtani itt egyiket a másik ellen már, mint a nemzetiségi alapon. Béke van, békesség van, és együttműködés, tolerancia egymás iránt, tolerancia a másik fajta, a másik nemzetiségű ember nyelve, kultúrája, tradíciói iránt. Ezt akarjuk megőrizni, és ez a mai szavazás ezt mutatta, hogy a képviselők, akik a kárpátai lakosokat képviselik, a kárpátai ukránok többségét képviselik, hiszen Kárpát lakosságnak 80%-a ukrán és csak 12% magyar, hogy ők, akik képviselik az itteni ukránságot, ők is egyetértenek velünk abban, hogy igenis itt vannak ilyen konfliktusok, de ezek a konfliktusok nem itt eredőznek, tehát nem itt vannak az okok és az eredők, hanem valaki ide kívülről, akár Ukrajnából, akár más országból, nem tudjuk, nem a mi dolgunk, hogy ezt megállapítsuk, hogy honnan jönnek, sok esetben sajnos Ukrajnából, szélsőségesek, radikálisok, néha a hatalom által, de ha külföldről is, de mindenképpen ezt meg kell szüntetni, meg kell akadályozni, és a hatalom dolga az, hogy ez ellen tegye. Hogy itt viszont egyetértés van abban, hogy mi a béke szigete, ezt meg is akarjuk őrizni, ezt a státuszt, továbbra is békében, barátságban, együttműködésben akarunk élni, és deklaráljuk úgymond mindenki felé, aki minket hall, aki minket hallgat, aki kell, hogy minket hallgasson, és meg is halljon, hogy igenis mi ezt a békességet továbbra is meg akarjuk őrizni, és akik dolga biztosítani ehhez, a rendfenntartó erők dolga, biztosítsák, akik
akik pedig a provokációt megpróbálják elkövetni, illetve a felbújtók, azokat pedig amint elkapták, mert vannak esetek, és ezt köszönjük a jogvédő szervek képviselőnek, akik jó munkát végeznek, sok esetben is megtalálják a tetteseket, találják meg a felbújtókat is, azokat a törvény szigorával meg kell büntetni, hogy ilyen akciókra ne kerüljön sor, és itt etnikai konfliktust itt neszítsanak, és ne is próbálkozzanak vele, mert nem fog sikerülni, de viszont a feszültséget sikerül megteremteni, a félelmet sikerül megteremteni, ami nem kívánatos. Úgy gondolom, hogy a mai határozat ezt mutatta be, hogy Kárpátalja egy különleges vidék, ezt eddig is tudtuk, de hadd tudják Kijevben, hadd tudják egész Ukrajnában is. Mi nekünk más a gondolkodásunk ezekben a kérdésekben. Miközben fenntartjuk azt, illetve deklaráljuk azt, hogy mi is megteszünk mindent, és fontosnak tartjuk Ukrajna területi integritását, függetlenségét, Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, és szeretnénk, hogyha megteremtődne Ukrajnában a béke. Itt, ahol nálunk béke van, ezt meg akarjuk őrizni. Aközben van itt egy különleges vidék nagyon sokféle nemzetiséggel, ahol mi azt a politikát, amit a központ folytat a kisebbségek irányában, nem tartjuk helyesnek, és úgy gondoljuk, hogy itt egy más politikára lenne szükség, és azokat a felbújtókat pedig, akik jöjjenek bárhonnan, Ukrajnából, más vidékekről pedig, vagy más országokból, meg kell találni, meg kell büntetni, hogy ilyen atrocitásokra, provokációkra és megfelelmítésekre ne kerüljön sor. December 14-én harmadik alkalommal tartotta meg éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács a Beregszászi Főiskolán. A szervezet 2015-ben abból a célból jött létre, hogy összefogja az ukrajnai és a kárpátaljai magyar kutatókat, és ezáltal segítse összehangolni a munkát a magyarországi tudományos élettel. A Magyar Tudományos Akadémiának az országon belül jó néhány úgynevezett területi bizottsága működik. Ennek mintájára jöttek létre a Magyarországon szomszédos országokban is az akadémiai tanácsok, Szlovákiában, Szerbiában, Romániában és 2015-ben Ukrajnában is, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács néven, és ennek az akadémiai tanácsnak minden évben megszervezzük a közgyűlését. Az idei a 2018-as évi közgyűlés volt. 149 tagja van a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak. Ezek közül 79-en regisztráltak a mai ülésen, és vettek részt a közgyűlésen. A közgyűlés egyrészt egyfajta áttekintése annak, hogy az elmúlt évben mi történt, másrészt pedig meghatározzuk azt, hogy a következő évben mivel fogunk foglalkozni. A közgyűlés idén harmadik alkalommal lehetett tanulja annak, hogy átadtuk a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács díjait, amelyekkel azokat a tudósokat támogatjuk, illetőleg ismerjük el munkájukat, akik az elmúlt egy évben valami kiemelkedőt alkottak, vagy pedig életpályájuk, eddig életművük arra érdemessé teszi őket, hogy elismerjük munkásságukat egy szerény pénzjutalommal, egy oklevéllel és egy kicsi ajándékkal. A közgyűlés keretében nem csak átvehették a díjukat a kitüntetettek, hanem egy-egy rövid 10-12 perces előadásban ismertették azt, hogy miért is kapták az elismerést. Úgyhogy ez a közgyűlés egyben egy tudományos szimpózium is volt, ahol egyébként magas színvonalú tudománynépszerűsítő előadásokat hallgatott a közönség. Valamint a hagyományainkhoz híven mindig van valamilyen tudományos ismeretterjesztő vagy kulturális rendezvény is a közgyűléshez kapcsolódóan. Idén a Rákóczi Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja egy látható kétnyelvűség című kiállítással jelentkezett. Ez a kiállítás azt mutatja be, hogy az a régió, amelyet kárpátaljaként ismerünk, ez hagyományosan többnyelvű vidék, és nem csak úgy többnyelvű, hogy különböző nyelveket beszélő emberek élnek egymás mellett és együtt ebben a régióban, hanem úgy is, hogy ez a többnyelvűség bizony hagyományosan legalább 100 éve megjelenik a hétköznapokban, a mindennapokban, a feliratokban, a közterületi feliratokban, a reklámokban, a hivatali űrlapokon, a hivatali bélyegzőkön, az iskolai osztálykönyveken, a képeslapokon, levelezőlapokon, különféle formában, és az volt a célja ennek a kiállításnak, hogy egyrészt ezt a hagyományt bemutassa, másrészt pedig az, hogy arra ösztönözze a jelenlegi politikai döntéshozókat, hogy Kárpátalja
illetőleg a Kárpát-medence és Ukrajna nyelvi sokszínűsége az továbbra is fennmaradjon, és arrafelé próbáljuk irányítani a közfigyelmet, a közbeszédet, hogy a többnyelvűség, a többkultúrájúság, a nyelvek és kultúrák egymás mellett élése az érték, és ezt meg kell őriznünk. Ezt a hagyományt, ezt tovább kell vinnünk, hiszen mindenki a saját nyelvén tud a leginkább boldogulni, a leginkább a saját nyelvén tudja az információkat megszerezni és feldolgozni, és persze ne felejtsük el azt sem, hogyha én minden nap azt látom, hogy több nyelven ki van írva mondjuk azt, hogy városháza, vagy községi tanács, vagy könyvtár, vagy valamilyen hivatal, akkor ez segíti a nyelvtanulást is. A magyar anyanyelvűek könnyebben megtanulnak ukránul, ha az anyanyelvük mellett ott van az ukrán nyelvű felirat, illetőleg az ukránok is könnyebben elsajátítják mondjuk a magyar nyelvet ebben a régióban. Ha a magyar lakta településeken, mondjuk itt Beregszászban, nem csak ukránul, hanem magyarul is ki van írva egy-egy üzletben, hogy mi kapható, egy hivatalra, hogy milyen ügyeket intéznek az ablak vagy az ajtó mögött. Szóval ez a többnyelvűség nem csak szimbolikus, hanem gyakorlati szempontból is fontos és hasznos. Látható kétnyelvűség a fő címe, és ez tulajdonképpen azt foglalja magába, hogy a Kárpátalján egészen a kiegyezéstől, tehát 1867-től milyen államalakulatok vettek részt a birtoklásában ennek a területnek, amit ma Kárpátaljának nevezünk, és ezeknek az államalakulatoknak a különböző törekvései hogyan hatottak itt a nyelvhasználatra, és ugye ezek a hatások hogyan jelentek meg az úgynevezett vizuális képében a Kárpátaljának. Ez konkrétan jelentette azt is, hogy maguk a hivatali elnevezések hogyan jelentek meg, tehát a hivatalok nevei hány nyelven, mert ugye a maga nyelvi tájkép nem csak azt jelenti, hogy egy egynyelvű közösségben, az, ott is egy izgalmas kutatási terület. Ha Kárpátalja esetében ez hatványozódik, hiszen itt számtalan nyelv volt jelen ennek a különböző államalakulatoknak köszönhetően, és mindig az államnyelv, a főnyelv az, amely megpróbált főhatást gyakorolni. Ez nagyon jól tükröződött a nyelvi tájképben. Tehát onnantól kezdve, hogy hogyan gondolták az itteni hivatalnokok és maga az államigazgatás azt, hogy milyen nyelveken lehet egyáltalán kommunikálni hivatalos személyekkel, hivatalokban, milyen nyelven lehetett kitölteni egy-egy hivatali űrlapot. Maga a hivatali űrlap egynyelvű volt-e, csak államnyelvű, vagy netalán adott kisebbség, ha elért egy bizonyos százalékot, lásd Csehszlovákia esetében 20%-ot, akkor használhatta nyugodtan a kisebbségi nyelvet is, és a maga a forma nyomtatvány is tartalmazta ezt a kisebbségi nyelvet. Ha jól tudom, ez a kiállítás, vándor kiállítás, hol lehet lesz még megtekinteni? Pontosan még nincsenek meg a konkrét helyszínek. Budapesten mindenképpen lesz egy kiállítás belőle. Ha jól tudom, akkor szerveződik egy valahol az Európai Unióban, vagy a Strasbourgban, vagy a Brüsszelben, még nem pontos a helyszíne, illetve ahová meghívnak minket, mi szívesen elviszük ezt a kiállítást, hiszen három nyelvű, tehát magyar, ukrán és angol nyelven is elkészültek ezek a molinók, így nagy közönség számára is érdekes lehet. A kutatási területem, amivel én bővebben foglalkozom és mélyebben, ez a Palenki robot, vagyis a kárpátai magyarság és a német nemzetiségű lakosság szovjet táborokba való hurcolás 1944-45 folyamán. A kárpátaljai vonatkozásait ennek a szomorú eseménysorozatnak, a területünkre, a régiókat érintő sajátosságokat kutatom. Mennyire fehér folt még ez a téma? Azt kell, hogy mondjam, hogy sok, tehát tulajdonképpen már 1989-től ugye kutatható ez a témakör, amikor ugye a gorbacsovi perestrojka és glasnost következtében ugye lehetőség nyílt arra már, hogy nyilvánosan megemlékezzenek erről a tragédiáról, ami a kárpátai magyarságot érte 1944-ben, és ezáltal megkezdődhetett ugye azoknak az adatközlőknek, azoknak a túlélőknek a felkeresése, akik visszatértek a sztálini lágerekből,
és ez megalapozta azt az úgynevezett lágerirodalmat, ami azóta is ugye gyarapszik, hála Istennek Kárpátán a különböző kutatásoknak köszönhetően. Aztán pedig ugye a későbbiek folyamán megnyíltak a levéltárak, amelyek újabb adatokkal, újabb információkkal ugye szolgáltak ahhoz, hogy a mozaik darabokból egységes képet tudjunk alkotni, és a történetnek az alapja már ismert, azonban vannak még olyan vonatkozások, olyan összefüggések, pontosítások, amelyek még további kutatásokat igényelnek.